Menyhárt Dánielt édesapja 4 évesen vitte el egy repülőnapra. 15 évesen már vitorlázóval repült, és ezután döntötte el, hogy hivatásos repülőpilóta lesz. Jelenleg a Nyíregyházi Egyetem végzős pilóta hallgatója. A képzés nagyon magas színvonalú volt, nagyon jó, hogy mellette mérnökként tanulunk, ez egy nagyon jó műszaki állapot ad, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy az ember ezt a szakmát végezze, illetve a gyakorlati képzés a Tréner Kft. Voltában nagyon-nagyon magas színvonalú tapasztalt oktatókkal és jó repülőgépekkel történt. Az itt végzett hallgatók általában még 1-2 évet repülőgépen oktatnak, aztán kerülnek el a légitársaságokhoz. A Nyíregyházi Egyetemen jelenleg 40 pilóta tanul. Az intézményben abban bíznak, hogy mivel nagy az érdeklődés a szakma iránt, a következő tanévtől 20 fő is bekerülhet a képzésbe. A bővítéshez viszont személyi és infrastruktúrális fejlesztések szükségesek. Nyíregyházán 50 éve van pilótaképzés, a közforgalmi pilótaképzés fontos része az egyetemnek. A mostani együttműködés értelmében a Nyíregyházi Egyetemen végzett pilóták közvetlen meghívást kapnak a légitársasághoz. Az itt végzett hallgatók, illetve a pilóták, ők egy Európai Uniós rendelet alapján meghatározott program szerint kapnak kiképzést, de ez még nem egyenértékű azzal, hogy ő rögtön nagy szállítógépet vezethet. Ehhez különböző típus átképzéseken kell részt venni. Gyakorlatilag ebbe a programba hívja meg a Wizzair az itt végzett pilótáinkat. A hallgatóknak annak ellenére, hogy a képzés állami formában nem támogatott 7 éves és az összköltsége 16 millió forint, érdemes jelentkezniük, hiszen a kezdőpilóták jövedelme magas, 800-900 ezer forintot is kereshetnek havonta. Tudni kell azt is, hogy ezen a képzési területen szigorú alkalmassági vizsgán is meg kell felelni. 5 felsőoktatási intézménnyel, köztük a Nyíregyházi Egyetemmel kötött együttműködési megállapodást a Wizzair, a pilóta utánképzés biztosítása érdekében. A következő 5 évben azzal számol a légitársaság, hogy a pilóták száma a mostani 850-ről 1500 fölé emelkedik, és még ebben az évben 180 pilótát, 360 légiutas kísérőt vesznek fel.